A Zsibadán Hungary Kft. Oroszlán részt vállal a makói és a térségben élő rászorulók segítségében. Nemrégiben a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével 85 családnak adományozott 10-10 kiló cukrot és lisztet, valamint egy hatalmas dobozt benne tartós élelmiszerekkel és szaloncukorral. A hideg időszak talán legfontosabb része, hogy megfelelő meleget tudjunk biztosítani otthonunkban, ez azonban sok családnak okoz problémát. Most ebben nyújt segítséget a svájci tulajdonú cég. 38 családot sikerült így karácsony előtt ezzel a faadományjal támogatni, bízva abban, hogy ezzel a kis dologgal is, de könnyebbé, szebbé, kellemesebbé tudjuk tenni nekik a karácsonyi ünnepeket. A cég az idén több mint 1 millió forintot utalt át a Makóváros fejlődéséért közalapítvány számlájára, hogy ebből a pénzből vegyék meg a tűzrevalót. A családok 3 mázsa fát kapnak, ebből a Kmety utcában élő Restás Gáborné is részesült. Ők hatan laknak egy háztartásban. Megkönnyíti a karácsony, ugye nem nekem kell, most ezt megvegyem ünnepök előtt, úgyhogy jó, nagyon szépen köszönöm. Mivel szoktak tüzelni egyébként? Fával. Csak fával. Mennyit szoktak venni egy évben, mennyire van szükség? 50-60 mázsa. Szirbus Gábor alpolgármester elmondta, az alapítvány számlájára érkezett pénzből közel 120 mázsányi fát tudtak vásárolni. Nagyon szépen megköszönjük a gyárnak ezt a támogatást, és nagyon örülünk neki, hogy a cég vezetése gondol a makóiakra, a rászoruló családokra, és így advent időszakában, és az év egész folyamán, amikor is az egyesületeket, az alapítványokat és a rendezvényeinket támogatja. A gyár már megnyitásuk óta szoros kapcsolatot ápol Makóváros önkormányzatával, akik ezekben a helyzetekben a hatósági csoport munkatársai kérik meg, hogy segítsenek a rászorulók kiválasztásában. A hét folyamán mind a 38 család megkapta tűzifáját.